Újpest szurkolók vagyunk, és minden meccsen kint vagyunk. Gyakorlatilag én röplabdáztam, de a meccsejárás az erős túlzás. Szerintem utoljára egy 8-10 éve voltam röplabda meccsen. Én most vagyok először. Na és akkor miért gondoltátok úgy, hogy ezen a meccsen viszont itt kellenetek? Mégis Magyarországról van szó, meg Románia. Meg Románia. Ez a két szó mindent elmond. Úgyhogy annyit üzenünk a lányoknak, csak győzhetnek. Semmi más. Ennyi. Ez csak a győzelem. De amúgy minden rendben, megyünk ki mindenre, ami Magyarország. Gyuri holnap megy le Felcsútra, én megyek kajakkenúra, úgyhogy jár. Valahol megjár. Mindig megjelenünk valahol. Közben így követem őket, tévén keresztül. Ugye, mégis ugye magyar válogatott, de legfőképp a hangulat miatt látogattam ki a mai mérkőzésre. Akkor ez lesz az első röplabda meccsen? Hát így élőben igen. Így mégis ugye a magyar-román hangulat véget. Igazából a lányom röplabdázik, és ő miatt a Kecskeméten a Röpke esélyénél játszik, és azokon a meccseken persze mindig ott vagyok. Vidéken is, ott a hazai meccseken is mindig. Úgyhogy benne vagyok a röplabda dolgokban. Viszonylag rendszeres röplabda meccsre járom, miután nekem a feleségem elég komolyan röplabdázott a Vasasba, úgyhogy követjük az eseményeket, nem csak az EB ideje alatt. És azért a többi EB meccsre is kijöttek, vagy csak a magyar-román? A lesz időnk. Lesz időnk, ugye az, amik hétközepén. A csütörtök az kilőve az a Fradi meccs miatt. Még a szerdát azt megve, hétfőn teniszezek, de szerda akármilyen jó lehet. Meg ha bízunk benne, majd nyerünk, ugye akkor rájátszásra, vagy nem tudom, a egyenes kiesés az jövő hétvég, az még előre fordul. A hétvégén biztos. El tudnám mondani, hogy mit szeret annyira a röplabdában? Nehéz róla beszélni. Borzalmasan kemény sportág, nehéz sportág. Fejben dől el rengeteg dolog, és ez nekem is új. Egyébként régen unalmas volt, most sokkal pörgősebb és sokkal gyorsabb lett a régi röplabdához képest. Rendkívül látványos, különösen a női szakág, és ide a strandröplabdát is értenénk. Mi tetszik nektek a röplabdában? Mondom, én űztem a sportot, úgyhogy jó sport. Az esztétikai élmény nem utolsó, tehát azt beszéltük, hogy esetleg ha beférnék még a csapatba a gyúró pozícióba, szívesen mennék. De nem, tényleg, amúgy egyébként baromi jó sport, tehát izgalmas, gyors. Úgyhogy üzenjük a elnök úrnak, hogy még egy szakosztály elférne a Ferencvárosba, úgyhogy női röplabdát szívesen veszünk. Csinosak, szépek. Ezért is jöttünk ide, és szurkolunk a magyar csapatnak. Aranyosak nagyon, és remélem győzünk ma a románok ellen. Van egyébként ebből a válogatottból kedvenc játékos? Hát, ha kedvencet kéne keresni, akkor nehéz. Nekem nagyon szimpatikus az a kislány, akit nem annyira ismert, a ütőjátékosunk, a német Anett. De Szakmári Grétát is nagyon szeretjük, és így több éves vasas kötődés miatt pedig Miklai Zsanettet mondanám még. Annak, aki most otthon ül, azon gondolkozik, hogy kilátogasson-e az EB valamelyik meccsire, annak mit mondana, hogy miért nem lehet kihagyni ezt az Európa-bajnokságot? Mert egy borzalmasan szép sportág. Tehát itt ez egy csapatsportág, nincs lehetetlen, csapatként együtt tudnak küzdeni, és nagyon nehéz, és látványos is. Jó csajok, és jó játék. Hajrá, magyarok, szépek a lányok, jó sport, jó a csapat is. Körbe kell nézni igazából, majd be kell jönni a csarnokba, Papp László arénába, és szerintem az magáért beszél majd. Szerintem hangzavar, valami brutális lesz. Én azt gondolom, hogy ezek a lányok megérdemlik, hogy legalább olyan szurkolást kapjanak, mint mondjuk a jégkorongozók meg a fotballozók. Lelküket kitették azért, hogy ilyen szintre eljuthasson ez a magyar röplabda, úgyhogy töltsük meg a csarnokot és legyetek itt.